kipecseni. És most az utolsó percre mondják, hogy tésztát gyúrjak. Nekem tart itt előadást szakácskönyvekből. Süsse meg a szakácskönyvét! Itt van a kis ujjamba az összes tudománya. Mi dirigál? A dirigál menjen a operába. Ne legyek olyan önérzetes. Még azt mondja nekem, hogy ne legyek olyan önérzetes. Hát az én menő, nagyságos asszony csak ő neki lelken érzete. Mit szól bele az én dolgomba? Vagy szakácsné vagyok, vagy nem vagyok szakácsné. Vigyázz, vigyázz, mert rön a vonat. Ne rakja oda a tányérokat, nem látja, hogy ott a létes tészta. Hol az Isten csodájában rakjam a menősebembe? Na fiam, magával sem működök sokáig egy konyhába. Nézze, fiam! Ne mondja nekem azt, hogy fiam! Köztünk mégiscsak van valami rangkülönbség. Én már rég egy grófnál szolgáltam, amikor maga még Mesziklád őrizte a libákat kutyapakosson. Tisztelje egy kicsit, fiam, bennem a rangot! Hát megmondom, hogy mindjárt mit csinálok a maga rangjával. Egy grófnál szolgáltam. Fúj! Jaj, Istenem, hogy milyen embereket el nekem öndöled, hogy cinti! Verje meg a teremtő az ilyen életet! Mondja, fiam, mitől ilyen előkelő? Hát ez hiszi, amilyen a vasárnap, hogy kontja alá tűzette csirketollas kalapot, attól már egyszerűen intelligens lesz. Csak sokat járjon az uraságoktól levetett pofája, majd megtalálom kérdezni a gazdánkat, hogy nem hiányzik-e két rend ruhája, amit a múltkor magadott el a méltóságos gróf Zicsienő utcába. Na látja, azt megkérdezheti. Az én gazdám a sokkal butább annál, hogy azt tudná, hány rend ruhája van. Különben is jó lesz hallgatni. Hát aztán miért is lesz jó hallgatni? Ezért, mert együtt voltam magával a Polite Caprinsban. Maga lett részeg, de én fizettem a trekket, fiam. Várhatja, amíg én magával még egyszer elmegyek a policébe, amíg én magához még egyszer leereszkedek. Egy urasági inas, egy urasági disznó. Mutassa, fiam! Mutassa, mutassa! A fújóban! Hát ilyen szertelenségek hallottak már! Hát, hogy ez? Méltóságos asszony?
kérem, Zsors! Mi van akar? Nem vagyunk egy politikai nézeten, azt jól van. Na hát én egy ilyen emberrel nem ültünök tovább egy konyhába! Ja Istenem, ne veszek egyenek! Már az asztalnál ülnek és várják a vacsorát. Kérem, Zsors! Hozz csak meg a bujot! Ilyen koszos, mert ilyet mondani a miniszterről. Egy ilyen kabátóval meri mondani, hogy az Isten verjen azt a destruktív fajtáját. Nézze, fiam! Lehet, hogy nagyon jól tud főzni, de úgy ért az urak dolgához, mint tyúk az ABC-hez. Nem magának való, fiam! Nem mondja nekem azt, hogy fiam! Fiam magának az öreg apja! Maga, fiam, egy buta szakácsné. Mit ért maga a politikához? Mit üti bele az orrát a politikába? Hogy én mit értek a politikához? Maga meri kérdezni én tőlem, amikor még írni sem tud becsületesen? Maga meri kérdezni én tőlem, hogy mit értek én a politikához? Én tőlem! Én tőlem, aki tagja vagyok az ötkerületi kázonfőző műszakás, még szabad elni, resvajtésnek! Maga meri kérdezni én tőlem! Ne hadonászol az orrom előtt ezzel a fakanállal, mert úgy képen vágom, hogy arra. Hús! Ilyen hintás legény meg azt mondani, hogy nem értek a politikához. Hallja maga! Hordá! Hallottál én tőlem külpolitikai beszédet? Van magának én rólam benyomása? Volt már valaha a mi gyűlésünkön? Na azt hallgassa meg, amikor én szűzbeszédet mondom. Micsoda? Kus! Ilyen. Nem. Gyere itt azzal a levesen, ezeknek már oda bent, hogy csorog a szájuk, hogy ide hallgatsz. Ön veszi a bátorságot, hogy így beszéljen egy olyan nagy úri emberről, mint a miniszter úr, ő epilepsziája! Nézd csak! Egyetlened, hogy ez egy tisztességes konzervpolitikus! Konzerv? Ha maga az megyek politikai tisztességet tanulni! Kus! Tisztességes politikus az, aki azzal tölti az életet, hogy napra főre interpellál egy miniszter? Hát tisztességes az ilyen? Tisztességes, hát! Tisztességes bizony! Mert benyújtott az indemnizásra! Mit nyújtott? Vitám úr! Az indemnizásra! Igenis, benyújtottam! Így? Ja, te serves mindenségét! Hát, hogy megy maga azt mondod, hogy indemnizásra maga buta szakácsné? Tudja már maga, hogy mi ez az indemnitás? Hús! Né, maga tudja! Én sem tudom, pedig én egy intelligens ember. Hátha maga onnan! Látta már maga, hogy néz ki ez az indemnitás? Magához megyek műveltséget tanulni. Igenis láttam. Igenis láttam. Abba viszik a híd, a csaros írás. Abba! Ha nem látom még a miniszter úr, ő epilepsziáját, amikor viszi a hóna alatt azt a fekete indemnitásra. Nézze, fiam, az Isten tegye már magát valahova. Istenem, mit csinálnak magunk itt? Miért nem hozzák már a vacsorát? Úgy csendettem, hogy majd leszakadt a kezem. Mi van a vacsorával? Kérem szépen, ne tessék zavarni a tálalásunk, akkor soha nem megyünk itt senki. Tessék, kérem, előre menni azonnal szem. Istenem! A tudjam, hogy súrpár, tizeket is. Különben is. Azt hiszi, hogy ez változtat valamit az én politikai álláspontomon? Tudom én, hogy mi fújja maga oldalára? Tudom én, hogy miért nem kedveli a miniszter? Mit tudna? Azt hiszi, nem tudom, hogy a másik pártnak korteskedett a választás. Magának minden fiakerkocsis jókomája. Azokat gyúrta, fizetést is kapott érte. Szép egy politikai meggyőződés. Keserves mindenség itt. Hát azt hiszi, hogy amiért ezt a színasolát viselem, nekem nem lehet tisztességes politikai meggyőződésem? Hát jegyez!
meg magának, hogy az én tisztességes politikai meggyőződésem tiltakozik az ellen! Mi ellen tiltakozik? Ahhoz magának semmi köze nincsen. Én tiltakozom! Na mi? Nekem is van olyan politikai meggyőződésem, mint magának, és az én politikai meggyőződésem is tiltakozik! Mi ellen tiltakozik? Töpítem a maga urát. Magának lehet tiltakozni, nekem is lehet tiltakozni. Azok a pénzügyi javaslatok, azok se nagyon tetszenek nekem. Ott is valami bűzlik Dániában. Pénzügyi javaslat? Mi baj van magának a pénzügyi javaslatokkal? Mi bajom van? Lepattáltak a nagybankokkal, a nagy tőkét szolgálják. A tökfejt magának, nem a nagy tőkét. Tudom! A lepattáltak jól tették! Földorúba lepakta meg a konzolidáció. Azért meg egy zöldfülű képviselő kiabál meg hiperdenál, amit nem jelenti az, hogy ezek a pénzügyi javaslatok ne felelnének meg az ország eminens érdekeiben. A panamistár odaállt a maga pártján, mert az mit financiális? Az a tanú isten itt, hát nézzem hozzá már azt a vacsorát, a kezelbe súr az asztalnál ül és nyakában van kötve a szarvéta. Hát nézzem hozzá a vacsorát, nem hallottál a csengetést? Kérem szépen, én semmiféle csengetést nem hallottam, de nem szólok. Hát akkor ez mi? Ez kérem, a csengő. Hát nem úgy megy a kérem, hogy odafigyülünk, vagy... Aztán kész a vacsora, csengetűzök, de a boldogbecsenének tisztelődnie kell, hogy csak úgy iszadjon. Csengetűzokban nem lehet itt vacsorát közben. Nem? Na, de figyeljetek, ha két percen belül velem hozzák a vacsorát, én majd rendet csinálok, így úgy kirúgok, mint a kettőjüket, hogy a borálos téri kurónak majd. Hát ezért fizetem én magukat, disznók! Különben is, ha azt állítja, hogy azok az ellenzéki képviselőkről a panamisták, mert a közélelmeztetési miniszter miért tárgyal veszett a kormányra a fúzióról? Érted? A fúzióról. Benne van a lapokban, hogy hol ezzel, hol azzal a párttal tárgyal a fúzió. Hát... Kuss! Kuss váljon, milyen buta! Maga van hányék. Na jöjjön ide, ha lehetek. Összetéveszte az illúzióval a fúzió. Egy a maga, hogy mi a fúzió? Nem, majd magától fogom megkérdezni. Hát mi csinálnak maguk itt? Miért kapkozzák a vacsorát? Ha megdobrom. Ne tessék a szónokot közben kiabálásokkal megszakítani, mert ne tessék engemet zavarni, mert falhozvágom az egész vacsorát! Bétoságos asszony, kérem, kessék csak menni, legyen elintézem, jó? Kérem, sors, a medálját! Megkeresik a medálját is, meg megeszik! Sokkal fontosabb ennél a körülménynél, édes lelkem, hogy a magunk pártjával egy frakcióval készül. Jó. Majd mindjárt frankba fognak költözni a maga tiszteletén. Jöjjön a lelnök ura, elmagyarázza magának, hogy milyen logikusak vannak. Hát először... Azt a hétszentséges, hogy amúr is tegyik, hát miért nem hozzák már a vacsorát az ember? Hát miért nem hozzák már a vacsorát? A kegyelmes úr az asztalnál ül, és bőg az éjségtől. Hát tessék kérem beleköpni az ételbe, van elég szabja van már. Ha két percen belem hozzák azt a vacsorát, én majd ezzel csinálok itt! Az biztos, hogy ezzel csinálok itt! Szóval maguk pártyozhatjuk! A búból kizárja azt! De mit? Nem is tudom, miért foglalkozik maga a politikával, csak amit vigye be a vacsorán. De. Magyar árult? Az ángyal térge! Tudja, fiam? Az a magyar árult! Szokásné! Fri!
benyújtva? Nincs benyújtva, de fogadjunk! Fogadjunk 100 koronával, elhova kezem, hogy nincs benyújtva! Hús! Nézze, elmagyarázom magának, tiszta! Hogy ez az identitás, ez még nem is lehet benyújtva! Először is azért, mert... identitásról addig szó sem lehet... Ami? Identitásról szó sem lehet, amíg... Fejezze be már! Ami? Azért sem fejezem be! Nem magától fogom, hogy megkérdez, hogy itt van fejez. Miről van szó, kérem? A gazember azt meri állítani... Fogja be a száját! Kegyelmes úr, kérem, én azt állítottam, hogy ez az identitás, ez nincsen benyújtva. Az identitás, kérem, a mai napig valóban nincsen benyújtva. Micsoda? Hát nincs benyújtva? Hát ezért küldtök belém, hogy az Istenben jönnek! Hát én nem szolgálok tovább, mint egy percet sem! Nem érdekel, nem szolgálok tovább, mint egy percet sem! Én mondtam magának el, Gyöngye, Kövi Béla, társulatunk holttagja.